A szélsőséges időjárás, a tavaszba hajló tél semmiképpen sincs jó hatással a növényekre, mondja a növényvédelmi szakember. Nem is beszélhettünk téli időjárásról a tél kezdetén. Nagyon magas volt az átlaghőmérséklet, és a gabonafélék sárgulással reagáltak erre a magasabb hőmérsékletekre is. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy a nedvesség hiányára is. Az enyhe időjárás kedvez a gombás megbetegedéseknek. Vannak azonban olyan növények, amelyek jobban elviselik a szélsőséges időjárási körülményeket. Az olajrepce talán az, amelyik legjobban bírta ezeket a szélsőséges időjárási viszonyokat, de viszont okosabbat és többet csak azután tudunk mondani, amikor igazándiból beindul a vegetáció. A szokatlanul enyhe időjárás miatt idén várhatóan előbb kell elkezdeni a tavaszi munkálatokat a földeken, mint általában.